Nyár közepén járunk ugyan, de a felsőoktatásba jelentkezők csütörtökön nyugodhatnak meg igazán, hiszen ekkor derül ki, hogy felvették-e őket választott szakukra. A Nyugat-Magyarországi Egyetem geoinformatikai karára idén is sokan jelentkeztek. Itt van ugyanis birtokrendezői mester, igazgatásszervezői alapszak, és az országban egyedül itt képzik a földmérőket. Dr. Engler Péter dékán helyettes szerint a földmérő szakmár betelt, az igazgatásszervezőin 60%-os a telítettség. Több állami finanszírozott hallgatót kapunk, mint tavaly, közel 20%-kal több az állami finanszírozott hely. És összességében is abszolút értelemben is több a leendő hallgatónk, mint tavaly a rendes felvételi eljárásban. És ezt mi sikernek könyveljük el. A Kodolányi János főiskola sláger szakai évek óta a turizmus vendéglátás, a kommunikáció és médiatudomány, valamint az andragógia. Idén 6000-en jelentkeztek, több mint 2000-en első helyen jelölték meg a főiskola valamely szakát. Mérsékelt ütemben, de mégiscsak nő a jelentkezőknek a rétszáma, és én azt gondolom, hogy ez azért nagyon nagy dolog, mert egy olyan felsőoktatási környezetben dolgozunk mi is, és a többi felsőoktatási intézmény is, ahol egy csökkenő generációs létszámmal kell számolnunk. Akiket az első körben nem vettek fel, cseppet se bánkodjanak, augusztus 9-ig ugyanis még be lehet nyújtani a pótjelentkezéseket. Ez azonban kizárólag költségtérítéses szakokra érvényes, és csak egy helyet lehet bejelölni. A pótfelvételi eredményét augusztus 29-én hirdetik ki.